Tessék elfogadni ezt a virágot. Gyönyörű, szép. Születésnapja alkalmában. Ó, de gyönyörű virág. És hogyha megtetszik engedni, akkor két emléklapot hoztam önnek. Egy nagy csokor virággal és egy Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Horváth Tamás polgármester által aláírt díszoklevéllel köszöntötte Schler Ferencnét az otthonában dr. Füzesi Péter alpolgármester. Az idén 95. születésnapját ünneplő Dóri néni, lánya és unokája társaságában fogadta a vendégeket, majd egy jó hangulatú beszélgetés keretében mesélt az életéről. Mint elárulta, Nagyatádon született, férjével 1947-ben kötötték össze az életüket, kezdetben pedig Barcson telepedtek le. Korábban sokat utaztak közösen, 1952-ben pedig Rákos Csabára költöztek. Az ünnepet a nyugdíjas évek előtt pénzügyi területen dolgozott, szabad idejében pedig gyakran szórakoztatta zongorajátékával a családját és a baráti társaságokat. Két gyermeke és négy unokája született, továbbá 6 dédunokával büszkelkedhet. Dóri néni szerint a hosszú élet titka a férjével eltöltött boldog házas években és a jó génekben keresendő. A családban én vagyok az egyetlen, aki ennyit ért. Még az édesapám 83 éves, ő volt, mondjuk inkább az ő családja, van a génemben inkább, de nem tudom. Hát ott van, aki 80-as éveket megtalálta, egy-két évet abból is leélt. Az ő testvérei, apukám testvérei is, de úgy egyébként a 70-es évek az volt a maximum. Az idős hölgy a mindennapokban gyakran hallgat rádiót, és sok időt tölt szerettei, unokái, illetve dédunokái társaságában, akikkel a napokban 95. születésnapját is megünnepelte.